lefoglalta az LMBTQP felvonulás elől a főbb budapesti közterületeket a Mi Hazánk mozgalom. A tegnap 0 órakor megnyílt időpont után néhány másodperces számos vezetőnk ügyfélkapus hozzáférésével, miután az úgynevezett Pride szervezői törvénysértő módon már a rendőrségi bejelentés előtt hirdetni kezdték a július 24-i felvonulásokat. Hiába a lezárások, nekik joguk van vonulni, vonulgatni, vonaglani, sőt, külföldi deviánsokat ide szervezni szerte a világból. Bejelentéseink után egyeztető tárgyalásokat folytattam a BRFK-val ma reggel 7 órától, a rendőrfőkapitány úrral egyszerre érkeztem, azonban még nem hozott döntést a hatóság. Ugyanis az LMBTQP felvonulást a kijárási korlátozás ideje alatt jogszabálysértő módon éjfélkor személyesen jelentették be, és most arról folyik a jogvita, hogy be lehet-e egyáltalán, szabályos-e egy jogszabálysértő módon a kijárási tilalom idején benyújtott bejelentés, másrészt azt egy másodperc alatt be lehet-e nyújtani, tehát a szabályos is esetleg, akkor ez érvényes-e, így ők élveznek-e elsőbséget. Hiszen a kijárási tilalom idején benyújtott bejelentés a PTK első fejezet 5. szakasza szerint a joggal való visszaélést is kimeríti. Az LMBTQP gyűlést, ráadásul a PTK első fejezet 4. szakasza szerinti elvárható magatartás elvébe is ütköző módon jelentették be, és e paragrafus szerint felróható magatartására előnyök szerzése véget senki sem hivatkozhat, tehát a szándékos szabálysértéssel szerzett jogelőny semmi is, még ha el is fogadnák az egy másodperc alatti nem egészen életszerű bejelentést. Ráadásul e törvény szerint a 3 hónappal korábban bejelenthető július 24-i rendezvényt a Mi Hazánk mozgalom már április 24-én este is bejelentette, bár a rendőrség máshogy értelmezi a 3 hónapot, így az ügy bíróságra kerülhet. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely a homoszexuális propaganda felvonulás betiltását követeli, hiszen mi a mára mindenféle szexuális devianciát népszerűsítő felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem fogadjuk el, a tiltást szorgalmazzuk. Az évről évre ismétlődő eseményen számos olyan kihívóan közösségellenes magatartás történik, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Tehát a garázaság definícióját is kimeríti a felvonulása, hogy a szabálysértési törvény 192. paragrafusa szerinti közerkölcs megsértése és a BTK 205. paragrafusa szerinti szemérem sértés is rendszeresen megvalósul. Ezekre a rendszeresen előforduló esetekre is hivatkozva kezdeményeztem ma a BRFK-val folytatott tárgyalásomon az LMBTQP felvonulás betiltását, bár a kormányzat sajnos letérdelt a homoszexuális lobby előtt. Különösen gyalázatosnak tartjuk, hogy a Tarlós István vezette fővárosi önkormányzat tulajdonában álló mozikban éveken keresztül helyet biztosítottak az LMBTQ STB fesztiváloknak. Végre sorozatos tiltakozásom után az utóbbi években már nem. Ez a siker ad erőt a felvonulás betiltásáért folytatott küzdelmünkben is, bár Karácsony Gergely főpolgármesterségre aggodalomra ad okot a devianciák népszerűsítése terén is. Pedig dr. Falus András akadémikus, genetikus is egyértelművé tette, hogy a homoszexualitás terén, idézem, a genetikai háttér megléte fokozott hajlamot és nem végzetet jelent. Tehát a homoszexuálisok szaporodásának egyfajta sajátos módja egyértelműen a propaganda, melynek véget vetne a Mi Hazánk mozgalom, hogy legalább a divat homoszexuálisok számát csökkentsük. A homoszexualizmus agresszív mozgalma által hirdetett beteg büszkeséggel szemben méltósággal kellene viseljék a sorsukat, nem kéne
kérkedjenek devianciájukkal, normálisnak hazudva azt, ami nem az, és nem kéne gyerekek örökbefogadását sem követelniük úgy, hogy közben nem is akarnak normális párkapcsolatban élni. A jogaik most is egyenlőek, de többletjogokat nem támogat a Mi Hazánk mozgalom. Ellenezzük a természetellenes beteges devianciák törvényesítését, a homoszexuális párok házasságkötésétől kezdve a pedofiliáig mindet. És most pedig végül pikáns módon két ügyben is kihallgatásra kell visszamenjek a BRFK épületébe, gyanúsítottként, mert az újbudai szivárványos zászló bevonása miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetnek, és az éjszakai házkutatás és a másnapi kihallgatás után most újra idéztek, közel egy év elteltével, ahogy egy fővárosi művelődési ház homoszexuális propaganda képének festékszórós eltüntetése miatt is gyanúsítottként, szintén nem először hallgatva ki, pedig az is egy számomra általam büszkén vállalt, napnál is világosabb ügy. Vállaljuk tehát tetteink következményét, és minden erőnkkel fellépünk az LMBTQP propagandával szemben.